A hozzánk hasonlóan ti is azt hittétek, hogy Izlandot azért nevezték el a jégföldjének, mert annyi gleccsere van, akkor együtt tévedtünk. A vikingek érkezésekor ugyanis még nem voltak gleccserek Izlandon, a jégföldje elnevezés pedig csak egy megtévesztés volt annó, hogy eltántorítsák a többi kalandozni vágyó európai népet a szigetre való hajózástól. De ha pár száz éve még nem volt kiterjedt jégtakaró Izlandon, akkor mikor és hogyan vált a sziget mégis Európa rekordtartó jégbirodalmává? Ebben a videóban megmutatjuk, hogyan túráztunk fel egy gleccser tetejére, és másztunk be Európa legnagyobb gleccsere alá, hogy részleteiben is megismerhessük a gleccser jégtörténetét. Lássuk tehát, miről mesélnek izlandi jégóriásai. Még fel se kelt teljesen a nap, de mi már úton voltunk. Izland egyik legnagyobb vulkánjának, a Katlának a déli peremére igyekeztünk, ahol már várt ránk az előkészített felszerelésünk. Hágóvas, csákány és beülő. Na és persze a kova. Ezekre volt szükségünk ahhoz, hogy elinduljunk életünk első gleccser túrájára, ahol szó szerint beléphetünk majd az izlandi jégbirodalmába. Túránk célpontja pedig nem más, mint a Katla vulkán fedő gleccser, annak is a messzire előre nyúló Solheimajökull gleccser nyelve. Pár évtizede még egészen a parkolóig leért itt a gleccser, mára már viszont sok más gleccserhez hasonlóan ez is olvadó félben van, így a túránk egy kis gyaloglással kezdődik. Alig pár perc kellett ahhoz, hogy elérjük a gleccser elvégződésében lévő sekély tavat. Innen aztán egy kisebb patak vezeti tovább az olvadékvizet az Atlanti-óceán partja felé, ami a völgytalpot borító fekete üledékbe vágta be magát. Ez a fekete gleccser üledék az úgynevezett moréna, amit a gleccser a visszaolvadásokkor hagyott hátra, mint egy mutatva az egykori kiterjedését. Az első kilátópontot elérve már elég jól érzékelhető volt, hogy milyen hatalmas is ez a gleccser. Látjátok például ezeket az aprócska pálcikákat? Az ott az előttünk lévő csoport, akik már a gleccseren sétálnak. Mi is ugyanide tartottunk, csak előtte még végig kellett gyalogolnunk a tavat szegélyedő fekete gleccserüledékeken, hogy elérjük a jégperemét. A gleccser nyelvhez érve megkaptuk az utolsó eligazítást, felcsatoltuk a hágóvasat a bakancsunkra, és lassan átsétáltunk a gleccser szegélyező oldalmorénáról magára a gleccser jégre. Az első lépéseket furcsa érzés volt megtenni, ahogy az agyam még minden mozdulatnál azt várta, hogy mikor csúszok el, de meglepően gyorsan hozzá lehetett szokni a jégeljáráshoz. Ilyen közelről már jól látszott, hogy a gleccserjég közel sem homogén, hanem van egy rétegzettsége is, az egyes jégsávokat pedig vékony fekete csíkok választják el egymástól. Ezeknek a fekete csíkoknak mindegyike egy-egy vulkánkitörés emlékét őrzi, ugyanis a kitörések alkalmával a légkörbe került por és hamu lepelként fedi be a gleccserek felszínét, a következő jégréteg pedig befedi és konzerválja őket. Az így tartósított hamurétegekből mintázott ásványszepcsék alapján a geológusok meg tudják mondani a vulkáni hamu és a környező gleccser jégkorát, illetve akár konkrét ismert vulkánkitörésekkel is összetudják kötni az egyes hamurétegeket. Hasonló hamu és porrétegek a világ valamelyik gleccsereiben előfordulnak, de mivel Izlandon a szigetet átszeli egy fontos lemezhatár, amihez egyfelől állandó tektonikai mozgások, másfelől pedig folyamatos vulkáni működés is kapcsolódik, az izlandi gleccserekben így kiemelten gyakori a jég és hamurétegek váltakozása. Sőt, sok hamuréteg esetében nem is kell messzire mennünk a forrásvulkán azonosításához, hiszen maga ez a gleccser is egy aktív vulkán tetején ül. A rétegessége mellett a gleccserjég teli van különböző repedésekkel és törésekkel is, amik a nyári időszakban gyakran az olvadékvizek elvezetésére is szolgálnak. A gleccser nyelven feljebb sétálva viszont látszólag masszívabb volt a jég, legalábbis kevesebb lett a repedések száma. Itt kisebb-nagyobb kanyargó medrek jelzik, hogy hol vezetődik le a jég felszínén az olvadékvíz. Mivel a téli időszakban nincs aktív vízfolyás, a túránk idején tulajdonképpen ki voltak száradva ezek a medrek, így a nagyobbakban mi magunk is belesétálhattunk.
Időnként ezek a felszíni patakmedrek a jégbe süllyedő tölcserszerű lyukakba torkollanak, amik tulajdonképpen víznyelőként működnek, és gyakran egészen a gleccser aljáig levezetik az olvadékvizeket, ahol aztán a víz áramlásával egész barlangrendszerek alakulhatnak. A következő napi programunk pont egy ilyen gleccser barlangnak a látogatása volt, de előtte még kielveztük a gleccser túránk hátra levő részét is. A másik izlandi gleccserállomásunk Európa legnagyobb gleccsere a Vatnajökull volt. Azt, hogy mennyire nagy is ez a gleccser, talán jól szemlélteti, hogy közel 2,5 óra volt megkerülni kocsival a Vatnajökull déli oldalát. Itt egy félnapos kitérő erejéig meg is álltunk, kocsit cseréltünk, és már indultunk is a gleccser pontjához. Frozen and bumpy, these things are great. You're gonna have an amazing light today, I think, with the clouds. And what we have now might be one of those legendary ones. But this road, it gets worse and worse. A délelőtti tervünk az volt, hogy meglátogatunk egy gleccserbarlangot. Bár konkrétan innen már visszahúzódott a gleccser, a völgy oldalában az egykori gleccserüledékek alatt vannak még elkülönült gleccserfoltok, amiket nevezhetünk akár halott jégnek is. Ezeket a fedő üledékek őrizték meg az olvadástól, amik mintegy hőszigetelőként működtek a napsugárzás melegítő hatása ellen. Szóval az egyik ilyen nagyobb jégfolt alatt lévő gleccserbarlang látogatására készültünk, de a feltorlódott turista csoportok miatt várnunk kellett egy kicsit. Addig is legalább volt lehetőségünk végignézni, ahogy a napkelt egy gyönyörű lilás és rózsaszín színekbe borítja a gleccsert. Az a döbbenetes egyébként, hogy a mérete ellenére a Vatnajökull egy igencsak fiatal gleccser, legalábbis földtörténeti szempontból, jégtömegének döntő része ugyanis legfeljebb 700 éves. Gleccserjég akkor keletkezik, amikor télen több hó hullik, mint amennyi nyáron elolvad, így az egymásra rakódó hó idővel nagy sűrűségű jéggé tömörödik. Izlandon ennek a klimatikus feltétele a 14. században állt elő igazán, amikor is az egész földet egy jelentősebb lehűlés érte. Ezzel kezdődött el az úgynevezett kis jégkorszak, ami egészen a 20. század elejéig tartott, azóta viszont a kezdetben fokozatos, aztán eléggé felgyorsult felmelegedés miatt újra visszahúzódó félben vannak a gleccserek. Szóval az izlandi formakincs szempontjából ez a pár száz évig fennálló kis jégkorszak tette lehetővé a gleccserek térhódítását, és ma még éppen van lehetőségünk ennek a természeti hagyatékát látni. Végül, amikor mi magunk is bejutottunk a gleccserbarlangba, nagyon meglepődtem. Nem tudom pontosan mire számítottam, de nem erre. Wow! Look at this amazing ice! Egyrészt a körülöttünk lévő jég mindenhol rettentően kék volt. Elvileg ez azért van, mert a nagy sűrűségű gleccserjég csak a kék fényt veri vissza, minden más szint elnyel. Közelről megnézve, ráadásul a gleccserjég teli van apró légbuborékokkal is, amik nem csak hogy szépek, de rendkívül hasznosak is a klímakutatásban. Mindegyik légbuborék ugyanis egy-egy időkapszulának tekinthető, amiben a jég keletkezésével egyidejűleg csapdázódott az akkori légkör egy része is, ezeket megmintázva tehát vissza lehet következtetni az egykori légkör összetételére és a klíma alakulására. Másrésztről a barlang falai meglepően simára voltak csiszolva, ez pedig a gleccserbarlangok kialakulási módjára vezethető vissza. Gleccserbarlangok alapvetően a nyári időszakban képződnek, a tél beköszöntével aztán alábbhagy az olvadás és eltűnik a víz a járatrendszerből, ami így biztonságosan járhatóvá válik. A fagyás-olvadási időszakok váltakozása miatt a gleccserbarlangok nagyon dinamikusan változó rendszerek, ezért egy-egy barlang csak maximum néhány évig létezik, aztán általában beomlik.
A Gletscher barlang után tettünk egy hátralépést, és egy kicsit távolabbi nézetből vettük szemügyre a Gletschert. Ehhez ellátogattunk annak a Gletscher lagúnának a partjára, ami a Vatnajökull olvadékvizéből alakult ki a Gletscher visszahúzódása során. Itt ezernyi kisebb-nagyobb jégtömb úszott a napfényes tavon, amik a tóba ereszkedő öt különböző gletschernyelv frontjáról letörő jégtömbökből származnak, amik aztán szétsodródtak a vízfelszínen. Mivel ez a Gletscher lagúna közvetlen összeköttetésben van a tengerrel, a jégtömbök előbb-utóbb kiúsznak a tengerbe, ahol aztán tovább olvadnak és kisebb darabokra töredeznek, míg nem végleg az óceáni vízkörforgás részeivé nem válnak. A tenger hullámzása viszont egy részüket újra partra veti, ahol mint milliónyi gyémánt darab hevernek a jégdarabok a vulkáni eredetű fekete homokban. Összességében, ha egy valamit megtanultunk az izlandi gletscherek látogatásából, az az, hogy a gletscherek nem csupán látványosak, de a földtörténeti múlt archívumainak is tekinthető, amik egykori vulkánkitörésekről és éghajlatváltozási folyamatokról tesznek tanúbizonyságot. Következő videókban többek között megnézzük majd, hogy mitől olyan különlegesek a Seychelles-szigetek gránitciklás tengerpartjai, és milyen eltűnt óceán nyomait rejti a svájci Matterhorn környéke. Szóval, ha ezekre a helyekre is velünk tartanátok, iratkozzatok fel a csatornára!